Ismét munkagépek dolgoznak a Tolnai Fő utcán. Ezúttal a járdafelújítási program keretében a város több pontjára kiterjedően kezdődtek munkálatok. A kényelmetlenség átmeneti nehézségét csökkenti az, hogy az évek óta tartó korszerűsítési program eredményeként jelentős minőségű javulás állt be a város út- és utcahálózatának minőségében. Járhatóbb és ezáltal biztonságosabb lett a város. Mindez hozzájárul az itt élő komfortérzésének emelkedéséhez, ami legyünk őszinték az egyik legfontosabb tényező egy városvezetés megítélésében. A Petszofel Ágnes polgármester azt mondja, minden lehetőséget igyekeznek kihasználni arra, hogy megfelelő forrást találjanak erre a célra, nem véletlenül, hiszen az útépítés nem olcsó mulatság, és sok esetben az önkormányzatok forrásai nem teszik lehetővé, hogy folyamatosan jelentős összegeket költsenek ezekre a feladatokra. Hát tekintettel arra, hogy nagyon-nagyon sok út van a városban, és gyakorlatilag egyetlen egy utcát kivéve mindenhol szilárd útburkolat van az úttesteken, így, és ezeknek az állapota nagyon rossz. Tehát folyamatosan próbáljuk mi ezeket akár kisebb pályázati forrásokból, akár önerőből felújítani, de itt összességében több száz vagy esetleg milliárd forintról beszélünk, tehát ezt a város költségvetésébe nem fogjuk tudni biztosítani. Most is például az idejévi költségvetésben is benne van egy 30 millió forintos keretösszeg egy ipartelepi útnak a felújítására, tehát néhány 10 millió forinton túl önerőből nem tudunk utat, járdát felújítani. A fejlesztések során nem csak a belső úthálózatot érintette, Tolna térségi központként gondoskodott a környező településekre való közlekedés javításán is. Nagyon fontosnak tartom azt is elmondani, hogy Tolna járásszékhely településként minden utat, ami a járási településekkel összeköti, felújítottak. Ezeket nyilván nem az önkormányzat vagy az önkormányzatok, hanem állami beruházások, a Magyar Közút volt, aki felújította ezeket, tehát akár Fácánkertbe, Fadra, Bogyiszlóra jó úton tudnak már eljutni a tolnaiak, és onnan is jó úton tudnak eljönni hozzánk. A jelenleg futó beruházás kormányzati támogatás segítségével jöhetett létre. Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, az elmúlt 4 év fejlesztési programját jól jellemzi, hogy több mint 160 kilométer út épült a választókerület egészében. Ennek egy jelentős szakasza Tolna és térségében lévő útfelújítások, ahol most mi vagyunk itt a város jelezte, hogy szeretne egy nagyobb szabású járda- és útfelújítást elvégezni, amihez fedezeti forrást kértek. Írtunk egy kormány előtt jelesztést, Magyarország kormánya 184 millió forinttal támogatja Tolnát és Mözsöt egy utajövőbe járda- és útfelújítási programban. Jelen pillanatban 2 kilométer járdaszakasznak, valamint 1,5 kilométer útszakasznak a felújítása zajlik. Összességében az elmúlt 4 évben Tolnán épült 7 kilométer kerékpárút, 5 kilométer járdaszakasznak a felújítása és 4 kilométer útszakasznak a felújítása, és ehhez jött még hozzá a közút által elvégzett mind a bevezető utak, illetve Tolnát Faddal összekötő közútfejlesztésnek is a beruházása. Ha figyelembe vesszük az elmúlt 12 évet, de kiemelten az elmúlt 4 évet, akkor már elmondhatjuk, hogy a Magyarország legjobban ellátott közúthálózata, az a választó kerületemben van, gyakorlatilag az összes összekötő és bekötő út teljes egészében megújult. Az építkezés folyamata nem állhat le, mondta a Petszofel Ágnes. Két fontos projekt kivitelezésén dolgozik ma is az önkormányzat. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a meglévő utainkat, járdáinkat folyamatosan újítsuk, mert ezek minél később kerülnek felújításra, annál többbe kerülnek. Tehát minél rosszabb állapotban lesznek ezek az utak, annál nehezebb lesz őket felújítani. Azon vagyunk, hogy ezeket folyamatosan újítsuk, és azon is vagyunk, hogy az az egy utca, ahol jelenleg nincs szilárd útburkolat, a napraforgó utca, a tervek elkészültek. Én nagyon remélem, hogy akár a TOP+-ban, akár egyéb kormányzati forrásból meg tudjuk azt is valósítani. Tervezés alatt van
illetve talán már a végéhez is közeledik a Gém utca meghosszabbítása a Fasztron előtt egészen a hatos útig. Ez részben a Fasztron, tehát az ott lévő cég kérése, részben pedig abból a megfontolásból, hogy a belső úthálózatot egy kicsit, illetve az azon lévő forgalmat csökkentsük, így a városon átvezető 51-12-es út nagyon-nagyon forgalmas, főleg a reggeli és a kora délutáni időszakokban, és a személyforgalmat is nyilván, hogyha ki tudnánk ott vezetni a közvetlenül a hatos útra, akkor csökkenne a városban lévő forgalom. Ez várhatóan egy akkora összegű beruházás lesz, amit mi sem önerőből, sem TOP plusz pályázatból nem tudunk megvalósítani. Hát én azt gondolom, hogy a jövő az mindenképpen az, hogy több kivezető út legyen a városból, ne csak az elején és a végén, hanem könnyebben meg tudjuk közelíteni a fő közlekedési utakat is. Ezek, tette hozzá a város polgármestere, olyan kaliberű beruházások lesznek, melyek igénylik majd az állami finanszírozás segítségét is.